Jó estét kívánok! Önök a Magyar Világot látják a tartalomból. Emlékpadokkal tisztelegnek Párkányi személyiségek előtt. Vizsgát tettünk megmaradásból és fejlődésből. Nagy János államtitkár Gömörben tett látogatást. Híreink bővebben. Emlékpadokkal tisztelegnek Párkányi személyiségek előtt. A remek műveket a gelléri Korega Norbert fafaragó készítette. Párkányi személyiségeknek állítottak emléket a Dunaparti fürdővárosban. A művelődési központ sikeres pályázatának köszönhetően a város különböző pontjain 6 emlékpadot helyeznek el. Ezek faragott háttámláin olyan motívumok szerepelnek, amelyek leginkább jellemzik az adott személyiséget, illetve munkásságát, s mindezekről a padon üldögélve QR-kód segítségével is tájékozódhatunk. Kópjanata alapítványnál 3 pályázatot kell beadni, és a 3 pályázat közül a vásárlók döntötték el, hogy melyik projektet valósítsuk meg. 6 személyiség jelenleg, aki padot kapott, de remélhetőleg a jövőben aztán ez bővülni fog. Ezen padok a Sétáló utcán, a Városházával szemben, Vadasfürdőnél, a Kultúrház mellett, illetve a Barta Gyula galériával szemben lesznek elhelyezve. Sebők Zsigmond meseíró, Vércse Miklós tanár, műfordító, Barta Gyula festő, Wertner Mór történész, Gyűgyi László fotós operatőr és Zahovai Ernő zeneszerző munkásságát nem csak a helyiek ismerik. Dörmögő Dömötör és Mackó úr meséin nemzedékek nőttek fel. Zahovai Ernő táncdalait és operettjeit Budapesten is énekelték, Wertner Mór történettudományi munkái pedig máig meghatározó jelentőségűek. Wertner Mór civil foglalkozását tekintve orvos volt, és ebben a minőségében került először Muzslára, majd Párkányban, de őt nem elsősorban orvosként tartják számon, bár orvostörténeti tanulmányokat is írt, hanem történészként. A legfőbb oka ideköltözésének talán az volt, hogy innen könnyen át tudott járni Esztergomba, ahol a Prímási levéltárban kutatott. Itt találhatók ugyanis a magyar középkorral kapcsolatos legfontosabb iratok. A Párkányi születésű Barta Gyula festményeivel szerzett hírnevet, róla nevezték el a Városi Galériát is. Gyűgyi László számos fontos pillanatot örökített meg, a Mária Valéria híd újjáépítéséről filmet forgatott, a munkálatokról készült fotósorozat, a Híd partok és szívek között című kiadványban jelent meg. Vércse Miklósra tanárként és helytörténészként is emlékeznek a városlakók. Én személyesen őt sajnos nem ismerhettem. Voldiákkal beszéltem és megerősítették tényleg, hogy egy olyan személyiséggel rendelkezett, akit tiszteltek, tudása miatt, hozzáállása miatt, embersége miatt. Ezen túl műfordítói tevékenységét, helytörténészi tevékenységét is ki kell talán emelni. Az emlékpadokat a gelléri Korega Norbert készítette, akinek intarziás bútoraiból és képeiből kiállítás nyílt a Párkányi Városi Múzeumban. Az intarzia készítést autodidakta módon tanulta, szívesen készít bibliai témájú képeket és vadászattal kapcsolatos motívumokat. Valójában vékony falemezekből, ami vékonyabb, mint 1 milliméter, saját magunk vágjuk ki a körvonalakat, az mind egy kirakós játék, ahol a körvonalakat mi vágjuk ki egy adott kép alapja. És a megfelelő szint, azt egy adott funélra helyettesítsük be, mert nem színezzük a fát, ha világosat akarunk, akkor jávort teszünk, ha sötétet, diót, vagy akármi mást. És ezeket a kivágott elemeket egymás mellé ragasztjuk, amíg meg nem kapjuk a végső terméket, vagy a végső képet, amit ráragasztunk egy falemezre, összecsiszoljuk, és kész van. Az intarzia készítés legfontosabb eleme a türelem, vallja a fafaragó, aki közel 400 órát dolgozott a Munkácsi trilógia alapján megalkotott intarziás képekkel. Korega Norbert kiállítása június végéig látható a Párkányi Városi Múzeumban. 13. alkalommal rendezték meg Királyhalmon a Nemzeti Összetartozás Napjának vajdasági központi ünnepségét. A megemlékezés 16 órakor szentmisével kezdődött. Magyarságnak ilyen... Megtelt hívekkel és a trianoni békediktátumra emlékezőkkel a Királyhalmi Jézus Szentséges Szíve plébánia templom a szentmisét főtisztelendő Palatinus István atyát celebrálta.
Nem nyájaskodást, nem jámborkodást jelent. 16 óra 32 perckor megkondult a templom harangja jelezve, hogy 104 éve percre pontosan ekkor írták alá a trianoni békediktátumot. Az első délvidéki központi megemlékezést 2012-ben rendezték meg a Királyhalmi Jézus Szentséges Szíve plébánia templom kertjében. Akkor ültették el a nemzet összetartozását szimbolizáló almafát, amely a közös múltat, a közös gyökereket és a közös jövőt jelképezi. A fa gyökere a magyarság összetartozásának, termése pedig a nemzet megújulásának szimbóluma. Katona Róbert, a rendezvénynek otthont adó és a nemzeti összetartozás almafáját gondozó Királyhalom település tanácselnöke azt mondta, 104 évvel ezelőtt kapták a Királyhalmi, akkor még csak itt ott tanyákon élő családok a hírt, hogy ezután már másik ország lakosai. Ezzel a döntéssel feladatot is kaptak. Megmaradni magyarnak azon a földön, ahol születtek, és az életüket leélték. A 20. század viharos időszakában nem mindig volt könnyű teljesítsék ezt a feladatokat. Az összetartozás és az egység legyen mindig az iránytűnk, amely vezet bennünket az előttünk álló kihívásokban és lehetőségekben. 13 éve ültettük a nemzeti összetartozást jelképező almafa csemetét, a fát szorgos kezek gondozzák és óvják. Ígérem, hogy ez a fa még hosszú ideig fogja ékesíteni templomunk kertjét, és sok-sok termést fog hozni. Dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke ünnepi megemlékező beszédében azt üzente, hogy az a nemzet, amely a tragédiákból mindig fel tud állni, amely a trianoni békediktátum után 104 évvel is még a szülőföldjén élni és fejlődni tud, amely mindig talpra áll és talpon tud maradni, mindenképpen jól vizsgázott megmaradásból. Ez elmondható az egyetemleges magyar nemzetről, és elmondható a mi nemzet részünkről is, vajdasági magyarokról. Mindig fel tudtunk állni a 20. század megpróbáltatásaiból, tragédiáiból, újra és újra fel tudtunk állni, vizsgát tettünk megmaradásból és fejlődésből. Az az ország, az a nemzet, amely ennyi országba szakadt, és mindegyik országban meg tudott maradni magyarnak, meg tudta őrizni hagyományait, kultúráját, nyelvét, az mindenképpen egy olyan nemzet, amely Európa nemzetei legnagyobbjai közé tartozik, még ha számbelileg ez nem is feltétlenül így van. Hozzátette, ma 2024-ben ott tartunk, hogy a vajdasági iskolákban 5 fővel is lehet magyar tagozatokat nyitni, és olyan önkormányzatokban is magyar óvodai tagozatokat indítani, ahol évtizedekkel ezelőtt magyar csoport már nem volt. Mindez nem így lenne, ha nem lenne erős Vajdasági Magyar Szövetség, szögezte le dr. Pásztor Bálint. Az ünnepi műsorban a helybeli általános iskola diákjai és a Királyhalmi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület tagjai léptek fel. Én a sereg megházasodom! A megemlékező ünnepségen mások mellett jelen voltak Magyarország belgrádi nagykövetségének és szabadkai főkonzulátusának tisztségviselői, továbbá a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági tartományi és helyi önkormányzati, illetve a Magyar Nemzeti Tanács képviselői is. Gömörben tett látogatás Nagy János államtitkár. Gombaszők fejlesztése a továbbiakban is várható. A Cinemetu Egyesület tulajdonában levő gombaszögi fesztivál helyszín és pálos monostor romterület folyamatosan újul, épül és egyre több értékkel gazdagodik. Elsősorban az Egyesület önkénteseinek és Magyarország támogatásának köszönhetően. Nagy János miniszterelnöki irodát vezető államtitkár első alkalommal látogatott el Gombaszögre. A kezdeményezésére Rozsnyón bemutatott Baska magyarul beszél című dokumentumfilm vetítése előtt. Ahol most vagyunk, ez tényleg a fesztiválnak a középpontja. Gombaszög 1928-ban adott otthont az első felvidéki magyar tábornak, majd a Csemadok országos dal- és táncünnepéjével vonult be a köztudatba.
Ez a komoly kulturális jelentőségű, mondhatnánk kultikus hely 2016-ban új esélyt kapott azzal, hogy a táborozó fiatalok visszatértek a területre, a magyar kormány pedig hathatós támogatást biztosított a fesztivál helyszín megvásárlásához és fejlesztéséhez. Az utolsó 10 évben óriási változások történtek itt. A terepbejáráson ezeket mesélte Orosz Őrs egyesületi elnök Nagy János államtitkárnak. Meg kell mondjam őszintén, hogy lenyűgöző az én, hogy itt van, úgy természeti, mint kulturális, mint történeti dologban, és elismerésemet fejezem ki, és jelenthetem majd otthon a kormánynak, a magyar kormánynak és a miniszterelnöknek, hogy a támogatások azok jó helyre érkeztek, és nem is szabad, hogy elapadjanak, mert itt úgy látom, hogy azért van még rengeteg feladat is, az Őrs erről nekem be is számolt. Az évszázadok alatt a magyar és a szlovák nép történelme egybeforrott. Voltak nehezebb és könnyebb, szép időszakok, de voltak nagy tragédiák is, amire emlékezni kell. A miniszterelnöki irodát vezető államtitkár ezt már Rozsnyón hangoztatta a Történelmi Városházán bemutatott Baska Magyarul Beszél című dokumentumfilm felvidéki premierjén. A rendezvényt kezdeményező Nagy János kiemelte, hogy a film főszereplője a rozsnyói Baska család 4 gyermekével 1947-ben a csehszlovákiai kényszer kitelepítés elől szökött Magyarországra, szinte mindenüket odahagyva a gömöri településen. A menekülés idején Baska József 12 éves volt. A város több évtizeddel később díszpolgárává avatta a későbbi festőművészt, ami szép példája a közép-európai sorsközösség megélésének és felvállalásának. Ezekről érdemes beszélni, megemlékezni, de sosem azzal a céllal, hogy bárkit sértsünk, de ez a mi történelmünk, a mi genetikánk része, és mint ilyenről nem szabad megfeledkezni, mert a jövőt a múlttal együtt építjük. A rendezvény szervezője az ifjúsági táboroztatás és értékmentés mellett az emlékezett politikával is foglalkozó Cinemetu Egyesület volt. A név latin, jelentése félelem nélkül. Egy olyan időszakot élünk, amikor azt gondolom, hogy újra maximálisan napirenden van, hogy a közép-európai kis nemzetek meg kell, hogy találják a közös hangot, és az együttműködés hangját kell, hogy megüssék. És ehhez szükség van egyfajta őszinte megbékéléshez, nem csak a kormányok, de a társadalom szintjén is. A filmben megelevenedő Baska József történetét rendezőként a Budapesten élő lánya, Baska Barbara formálta egészé édesapja azon gyermekkori élményeiből, traumáiból, amelyeket a háború utáni években meg kellett élnie. Ez a történet nem csupán Baska Józsefről szól, hanem több tízezer Csehszlovákiából kitelepített magyarnak állít emléket, és a traumafeldolgozás mellett a ma emberének és a politikának a felelősségét is szépen körbejárja. Amikor kocsiba ültünk és becéloztuk Rozsnyót, hogy ide érkezzünk a vetítésre, akkor végig apuhoz imádkoztam. Ez egy nagyon fontos állomás a film szempontjából is, és nekünk pedig családilag egy fontos helyszín. Apu lelke itt van ezekben a falakban, ahol ő dicsőségesen visszajöhetett 50 évre a menekülésétől, és átvette a díszpolgárságot, mint nagyművész, és akinek itt vannak folyamatosan a festményei, és azok a dolgok, amiket testvérvárosi kapcsolat, művésztelet, meg sok minden, amit ő itt letett, és ezért úgy érzem, hogy hazahoztam a filmet. A szlovákiai ősbemutató után Baska Barbara a film könyvváltozatával ajándékozta meg a vetítésen résztvevőket. Remek színpadi teljesítmények, önfelett játék, ilyen volt a 48. Dunamenti tavasz. 4 nap alatt összesen 26 produkciót mutattak be. Ismét gyerekzsivajtól hangos örömünnep volt Dunaszerdahelyen a 48. Dunamenti tavasz, az Országos Gyermek Báb és Színjátszó Fesztivál. A közönség és a szakmai zsűri idén összesen 26 produkciót láthatott bábos, színjátszó, valamint szerkesztett játék kategóriában a 4 nap alatt. A gyerekek itt találkoznak az irodalommal, a színjátszással, a közösségi élménnyel. A rendezvény jelentősége a mai felgyorsult világban még jobban felértékelődik.
ebben a értékvesztett világunkban, amikor tulajdonképpen a gyorsaság, a felületesség dominál, nagyon fontosnak érzem és tartom azt, hogy a gyerekszínjátszók, a bábosok olyan értéket képviselnek, és olyan értékek mellett teszik le a voksukat, amely maradandó, és a felvidéki magyar közösség szempontjából ez lényeges. Magyarul szórakoztatni, magyarul adni át értéket, és ezt úgy továbbadni, hogy a következő generációk is ezt folytatni tudják, és ilyen szempontból nagyon jó úton halad a dunamenti tavasz. A fesztiválra idén is Pozsontól Királyhelmecig érkeztek magyar báb és színjátszó csoportok. A Királyhelmeci Helmeci Mihály Alapiskola Aranykapu gyermekcsoportja a Tokai hegyen című előadásában a szüreti ünnepséget és felvonulást mutatta be. Hagyományőrzésért külön díjat vehettek át. Sokszor azonban nem az elismerés számít, hanem az önfelett játék. Eszméletlen jó élmény, immár harmadik éve jöttünk a dunamenti tavaszra. Mindig nagyon izgulunk, izgatottan jövünk, de nagyon boldogan megyünk haza mindig, és annyira jó érzés ezt továbbadni évről évre, és látni magunkon is, és a felkészítő tanárainkon is, hogy örömmel csinálják, és örömmel csináljuk. A szakmai zsűri kreatív megoldásokat, tehetséges tanulókat és elgondolkodtató előadásokat látott. A zsűri tagjai díjazták a jó darab választást. A színpadon megjelentek a klasszikus darabok modern feldolgozásban, illetve a gyerekeket érintő aktuális kérdésekre is reflektáltak. Hogyan küzdködnek ugye a mobil használattal, az internettel, a világháló adta lehetőségek, mennyire megváltoztatják az ember jellemét, és nagyon jó, hogy feltették ezt a kérdést, ezeket a darabokat látván a majdani közösség és közönség is el tudja dönteni, hogy merre menjünk tovább, hogyan próbáljuk őket visszahozni abba a való életbe, amit például a színház, ez az élő művészet nyújt nekik. A dunamenti tavasz próbálja ellensúlyozni a virtuális világot. Itt a gyerekek a valóságban szerepelnek és közösségi élménnyel gazdagodnak. A túlzott internet használat témáját a Komáromi Ötvös utcai alapiskola Szintvívők színjátszó csoportja boncolgatta gyereknyelven és mégis provokatívan. A gyerekek remek teljesítményt nyújtottak. Gyémántsávos elismerést vehettek át, valamint meghívást kaptak a Vörös Sándor gyermekszínjátszó fesztiválra Debrecenbe. Minden gyerekem tehetséges, sőt, itt minden gyerek tehetséges volt. És minden gyerek hordoz magába valami kiváltságot azzal, hogy feljön ide a színpadra. Az az ő 5 perce, az az ő pillanata, az az ő izzadsága, az az ő helyzete. Ezt kell felerősítenünk, és ezt nem szabad tőlük elvennünk soha. A bábos kategóriában két csoport gyémánsávos minősítésben részesült, mégpedig a Kisgéresi Mustármag és a Feledi Meseláda bábcsoport. A Feledi csoportban szinte mindenki először állt színpadon. Közösen dolgoztuk fel a szöveget, közösen válogattunk, közösen készítettük a bábokat. Tudni kell, hogy a csapatban több tanulási zavarral rendelkező tanuló van. Sokkal érzékenyebben nyúlnak szöveghez, illetve értelmezik is. Ez biztos, hogy előny lesz számukra. A szerkesztett játékok kategóriában aranysávos minősítést kapott a Csallóköz Aranyosi Kócosok színjátszócsoport és a Komáromi Kultúrázók gyermekcsoport. A gyerekek közül sokan magabiztosan állnak a színpadon. A színpadi szereplés javítja a beszéd és mozgáskészségüket, és magabiztosságot is ad számukra. A színpadon állás egyfajta kiállást ad az embernek, hogy kimerjen állni az emberek elé, így ez az életében is szerintem majd fontos lesz később, hogy megnyilvánuljon, hogy tényleg egy tiszteletre méltó felnőtt válhasson, akinek megvan a véleménye, megvan a kiállása is, és tud az emberekkel kommunikálni. A fesztivál a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatását is segíti. Ezt bizonyítja a Királyhelmeci Egyesített Iskola Varázskerék színjátszó csoportja, amelyben roma gyerekek szerepelnek. Ők valószínűleg nem fognak kiemelkedő tanulmányi eredményeket elérni, azonban bemutathatják és fejleszthetik a tánc és énektudásukat, valamint megmutathatják a romák színes világát. Az előadásért aranysávos minősítésben és színpadi látványért külön díjban részesültek. Mentorok és mentoráltak jutalomkirándulását szervezték meg Martoson. A részletek következnek.
A Mentor Tehetségsegítő Tanács kétnapos jutalomkirándulást szervezett azoknak a felvidéki tanulóknak, akik az iskolai év során bekapcsolódtak a természettudományi versenyekbe és a helyi értékeket kutató kincskeresők munkájába. A Martosi Rendezvényliget és Népfőiskola kiváló helyszínt biztosított arra, hogy a tábor mintegy 70 résztvevője megismerje a Zsitva és az Öreg Nyitra folyók találkozásánál fekvő település sokszínű élővilágát. Volt természetjárásunk is, abban főleg a madarakat és a halászatot mutatták be, és nagyon érdekesek voltam, mivel itt megfigyelhetünk olyan madárfajtákat is, amiket például deákin nagyon ritkán, vagy sőt egyáltalán nem lehet látni. A biológiai, földrajzi, környezetvédelmi és tudományos előadásokkal a szervezőknek az volt a céljuk, hogy felkeltsék a diákok érdeklődését a kutató munka iránt. Természettudományos tantárgyak vonalán éreztük azt, hogy a természet szeretet, illetve a tudományoknak a tiszteletét próbáltuk ötvözni, és ez a kettő hozta létre azokat a versenyeket, amelyeket most már hosszabb idő óta futtatunk. Az egyik a három jelentős magyar tudós személyiségnek a nevét viselik, Teleki Pál, földrajz tudós is, hát kétszeres miniszterelnök cserkésznek a hagyományaira építve a földrajz verseny, a Teleki Pál földrajz verseny, aztán a Hermann Otto biológia verseny, és a Hevesi György kémia verseny. A Magyar Természettudományi Társulat által évente meghirdetett versenyek felvidéki fordulóit 2017-től szervezi a Mentor Felvidéki Tehetségsegítő Tanács, együttműködve az egyes iskolákkal, a kémiai verseny kapcsán pedig a Komáromi Selye János Egyetemmel. A mi fordulónk az elméleti forduló is, majd utána van egy laborforduló, ahol a gyakorlati tudásukat mutatják be, illetve készségeiket, majd a kettő értékeléséből jön ki egy végeredmény, és a kategóriánkénti első helyezettek mindig tovább jutnak az EGRI döntőbe. Hermann Otto biológia verseny felvidéki fordulóját szervezzük. Az idei évünk mondhatnám, hogy rekordnak számít, ugyanis 8 iskola, 22 diákja vett részt a versenyen. Füri Erzsébet orvosfizikus a gyógyászatban alkalmazott nukleáris technikáról beszélt a tanulóknak, de előadást hallhattak a természetfotózásról, az ismeretterjesztő filmek készítéséről. Bacsó Péter, a Párkányi Ady Endre alapiskola igazgatója pedig egy az intézményük által kiadott könyv kapcsán tartott interaktív előadást a kiadvány szerkesztésről és az azt megelőző kutató munkáról. Mi is egymástól tanulunk. Azt, hogy itt tanárkollégák is előadnak, és látjuk a módszereket, látjuk azt, hogy mire reagálnak jól a gyerekek, mit szeretnek csinálni, ez minket is arra ösztönöz, hogy majd aztán a saját tanítási óráinkba is ezeket bevigyük. Az, ami most készül az iskolánkban 2026-tól, ez valójában tartalmilag nem fog változni, ugyanazt fogjuk tanítani, csak másképp. És hát mi is arra készülünk fel, hogy hogyan lehet motiválóban, kutató alapúan tanítani, főleg természettudományokat. A táborba az ország valamennyi régiójából érkeztek tanulók, akiknek a szabadidős programokon arra is volt lehetőségük, hogy csónakázva megismerjék a nyitraholták élővilágát, és megtapasztalják a természet közeliséget annak minden szép és kellemetlen velejárójával. Hatalmas nagy szúnyoginvázió volt, és jurtákba lettünk elszállásolva, ahol 8-an vagyunk pontosan. Ma reggeltől elkezdtek a prezentációk, és reggel volt egy ilyen madár leszerűség, meg halakról volt egy bemutató. Nagyon érdekes, hogy jurtákban alszunk, és hogy így egy kicsikét közelebb kerülünk a régiekhez is, hogy hogyan aludtak, és hogy milyen volt nekik. Bár nem teljesen olyan, mint régen, mert nem lehet kinyitni a tetejét, de így is szerintem visszaadja azt a régi időket. A tábor másnapján a résztvevők megnézték a felújított gőzszivattyú állomást Zsitvatőn, a Duna Múzeum új kiállítását Esztergomban, a Börzsönybe tervezett túra azonban elmaradt az eső miatt. A Felvidéki Tehetségsegítő Tanács együttműködik a Magyarországi Nemzeti Tehetségsegítő Tanáccsal is annak érdekében,
hogy a tehetséges tanulókat ösztöndíjprogramokkal, versenyek szervezésével buzdítsák az öntevékeny ismeretszerzésre, a kutató munkára. A jutalomkirándulást a magyar kormány támogatásával szervezték meg. Ennyi fért mai adásunkba, várom Önöket a jövő héten is, itt, a Magyar Világban. A viszontlátásra!